Sziasztok, én Andis vagyok, és a sok német autó után ma egy olaszt hoztunk nektek. Igazából sokat gondolkoztam rajta, hogy van-e értelme egyáltalán egy ilyen autóról, egy 2000-es évjáratú második generációs Fiat Puntóról videót csinálni, mert hogy egy tömegautó is, és igazából semmi érdekes nincs benne egyébként se, de pont ez az, amiért azt gondoltam, hogy van, mert nem túl sok tartalom van róluk az interneten, és mégis itthon, Magyarországon, a használt autópiacon nagyon népszerű, és a magyar átlagember ilyen autókkal közlekedik, nem a BMW-kkel, Mercedes-ekkel, Audi-kkal, úgyhogy talán van, akit ez is érdekelhet. Dizájnja szerintem ennek a Puntónak tök korrekt, ez még egy facelift előtti darab, tehát a lámpák, az első fényszórók még ilyen sávosabbak, nem az az ilyen boomsli, ami a facelift utánim van. Hátulról is szerintem teljesen korrekt, egy klasszikus hatchback forma. Méreteihez képest ugye csomagtartója is egészen korrekt, 280 liter, hát nem óriási. Hátsó kerekek ki vannak tolva nagyon a sarkokba, azt eredményezi, hogy hátul fejtér, lábtér az úgy egészen használható. És itt elől is egyébként egészen el lehet férni, mondjuk nagy dolgokra nem érdemes számítani, mert hogy nem kap az ember. Tükör, kézzel állítható ülés, és hát én nem tudtam tökéletesre beállítani. Anyaghasználat szintén nem mondanám, hogy a legjobb minőség, tehát konkrétan amit látunk, illetve megfogunk, az a legkeményebb műanyag, amit itt szerintem az autóipar körülbelül valaha gyártott. Ebben a darabban klíma nincsen. Viszont tetőablakot kapunk cserébe, a tulajdonos annó valamiért azt fontosabbnak gondolta. Egy dolgot viszont nem lehet elvenni a Puntótól, hogy a motorválasztéka hihetetlen nagy. Szerintem részben ezért is ilyen népszerű használt autópiacon, tehát benzinesekből 1.2-es 8 szelepes, 1.2-es 16 szelepes, 1.4-es, 1.8-as egészen 60 lóerőtől 130-ig tudunk a benzinesek között válogatni, illetve dízelből is 1.3-as multijet, 1.9-es szívó, 1.9-es ETD, tehát ott is egy igen komoly választék van. Mondjuk én egyébként nem feltétlenül vennék Puntóból dízelt, mert hogy igazából a benzinesek teljesen jók. Ebben a konkrét autóban az 1.2-es 8 szelepes, tehát a legegyszerűbb motor van, 60 lóerővel. Nem egy rakéta, bőven nem. De amire ki lett találva, hogy városba lehessen vele normálisan közlekedni, arra teljesen jó. És teszi mindezt úgy, hogy mellette nem fogyaszt igazából sokat. Vegyesbe 6 liter az teljesen reális, szerintem tisztán város 6,5-7 körül, országúton bőven 5 körül le lehet vinni. Pályán meg hát 120-ig lehet vele normálisan közlekedni, és addig is fogyaszt normálisan, a fölött pedig már nem igazán, mert erőlködik ez az 1.2-es motor, de dízelt szerintem tényleg csak annak érdemes, aki nagyon sokat megy, mert egyszerűen nem térül meg különben. De ez ugye alapvetően igaz a dízel motorokra, de amikor ilyen jó fogyasztású és teljesen jó kis benzinmotorokat lehet kapni, akkor szerintem nem igazán érdemes a dízelt venni. A sweet spot az talán az 1.2-es 16 szelepes motor lehet, az 80 lóerő, szerintem az ebbe az amúgy 850-900 kiló körüli kaszniba bőven elég, mert hogy már ez a 60 lóerős kis motor is tudja mozgatni, plusz 20 lóerő azért az jól jön, az 1.8-as 130 lóerős benzinmotorral pedig kifejezetten vicces lehet egy ilyen Puntó. Kormányzás az mondjuk nem a legpontosabb, mert hogy elektromos szervót kapott a Puntó, és ezáltal van lehetőség erre a bizonyos City Servo funkcióra is, amit egy gombbal itt a műszerfalon tudunk aktiválni, és 70 km per óráig az egyébként is borzasztóan könnyű kormányt még könnyebbé teszi. Én mondjuk biztos, hogy nem használnám, hogyha ilyen autóm lenne, mert szerintem természetellenesen könnyen lehet tekerni a kormányt, és semmi visszajelzés nem érzünk tényleg, tehát minimálisat se. Fékek is, főleg ahhoz képest, hogy egy városi autóról van szó, tök jók, mondjuk ABS-t nem kapunk, de legalább még ebben a nagyon alap verzióban is két légzsák van, illetve 4 csillagos volt annó a Puntó töréstesztje, ami tök jó, mert azt jelenti, hogy hát legalább valamennyire biztonságos az autó. Egyébként ez a konkrét autó az Olaszországból jött, tulajdonos 170 ezer kilométerrel vette egy kereskedésbe már, mint itthon. Hát nekem vannak kétségeim, hogy az nem 170 ezer kilométer volt, de igazából ő most beletett 50 ezret másfél év alatt, gyakorlatilag problémamentesen. És ez az, ami egy ilyen Puntónak a nagy előnye,
hogy minimális a szerviz igénye. A City szervó szokott rakoncátlankodni, de sokszor ez csak egy érzékelőnek a hibája, nem olyan nagy pénzből orvosolható. Ezeknél a 8 elepes 1-2-eseknél még a hengerfejtömítéssel szokott gond lenni, de ezeken túl egy nagyon megbízható autó, ha a minimális törődést megkapja. Illetve ami még tök jó, hogy megfelelő korrózióvédelmet kapott a Punto, és nem igazán rohadnak. Az alkatrészárak is elég barátiak, meg persze mivel rengeteg van belőlük, bármiből bontottat is könnyen lehet találni. Ilyen Fiat Punto az, amiből az ember naponta 25-öt lát Budapesten, és észre se veszi valószínűleg, mert annyira sok van belőle, de azt hiszem ez egyébként nem véletlen. Mert nem egy rossz autó ez a Punto. 2 és 6-700 ezer forint között szokott mozogni az ára a használt autópiacon, normális olyan 3-400 körül már meg lehet kapni. Konkurenciát vizsgálva, hasonló méretosztályban ennyiért 3-as, esetleg 4-es Golfok vannak, Renault Clio-k, C3-as Citroenek, esetleg nagyon-nagyon szép magyar Swiftek. Ezek között abszolút van létjogosultsága a Puntónak, mert ha valaki leveszi az olasz autó ellenes napszemüveget, jól választhat egy ilyennel. Na hát ennyi lett volna ez a rövid kis videó erről a 2000-es Fiat Puntóról. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek. Ha esetleg tetszett, akkor ez ugyan tudom, hogy ilyen gagyi YouTube-os szöveg, de lájkoljátok léci, mert nekem is ez egy visszajelzés, hogy erre esetleg van igény, vagy hogyha nem tetszett, akkor ne lájkoljátok. De írjátok le kommenteknél léci, hogy szerintetek milyen autót lenne érdemes, vagy titeket milyen autó érdekelne ilyen videó formájában, mert nekem is könnyebb az, hogyha látom, hogy mi az, amit szívesen néznétek. Úgyhogy köszi még egyszer, sziasztok!